lezajlott. Az előzményekhez tartozik, hogy 1513-ban a pápa választásra nagy reményekkel Rómába érkező Bakósz Tamás esztergomi érsek helyett egy Medicsit választottak pápává. Az új egyházfő, tizedik Leó a beiktatása után azonnal meghirdette régóta tervezett keresztes hadjáratát, és ennek a megszervezésével korábbi riválisát, Bakócot bízta meg. Az már aztán felfogás kérdése, hogy a magyar érsek számára ez kárpótlás, kitüntetés, vagy éppen a Rómából való eltávolításának az eszköze volt. Az 1514. esztendő virágvasárnapján meghirdetett keresztes hadjáratra kezdetben békésen gyülekezett, a bűnbocsánattal is csalogatott nép a keresztes zászlók alá, és a vezetőjüké maga Bakósz választott egy tapasztalt végvári katonát, egy székely lófőcsalád, a magfalvi dózsák, ahogy később ismerté vált a Dózsák György nevű tagját. Szépen gyülekezett is a katonaság, azonban a tavaszi munkák idején munkáskéz nélkül maradt földbirtokosok kívánságára májusban Bakósz leállította a toborzást. Az emiatt zúgulódva, fosztogatva a török ellen délfelé haladó parasseregek Cegléden is átvonultak. Somogyi József dózsaszobra ennek és a híres, sokszor idézett ceglédi dózsabeszédnek állít emléket. Bár a történészek szerint ez a beszéd soha nem hangzott el. Amikor ugyanis Dózsa itt járt, még el sem kezdődött a paraszháború. Lehet, hogy szónok volt a keresztesek előtt, ám itt, Cegléden valószínűleg nem. De nem ez az egyetlen tévedés az itteni ténykedésével kapcsolatban. Született például itt, Cegléden Dózsának egy kiáltványa, amelyben Pest és Külső Szolnok megye jobbágyait hívja csatlakozásra a parasztvezér. Csak hogy, amikor ez a levél keletkezett, akkor meg ő már régen a déli vármegyéket dúlta. Tehát ezt az írást valaki más, talán az egyik alvezére adta ki Cegléden Dózsa nevében. Minden esetre a török ellenes hadjáratként indult parasztháborút, Dózsáék kezdeti katonai sikerei, néhány vár elfoglalása és nemesi udvarházak kifosztása felégetése után gyakorlatilag két hónap alatt felszámolták. A vezetőket megkínozták és kivégezték, a lázadóknak pedig az emlékét is igyekeztek elfeledtetni. Még Dózsa György családja, a nemes magfalvi Dózsa família is törölte a családfáról a parasztvezér nevét, aki egyébként a leveleit amúgy is a nemesi Dózsa név elhagyásával egyszerűen csak a keresztesek áldott népének vezére Georgius Szekel, vagyis Székely Györgyként jegyezte, és csak évszázadokkal később kezdte az utókor ismét a nemesi Dózsa néven nevezni őt. De megbestelenítő jelzőként maradt fent a felkelőket eredetileg megillető keresztes kifejezés is, amelyet latinul úgy mondtak, hogy cruciatus. Hát ez torzult, módosult a magyar nyelvben kurucra, amit szitók szóként használtak a mindenféle kóborló, fosztogató, rabló hordákra. Néhány hónap múlva Budán országgyűlés tartott a megfélemlített és bosszúszomjas nemesség. Hogy a további felkeréseknek elejét vegyék, megtiltották a jobbágyok szabad költözködését. Pénz- és terményadót is kiróttak rájuk, és heti egy nap robotra kötelezték őket a földesúr birtokán. A jobbágy számára megtiltották a fegyverviselést is, és saját tulajdonú földje sem lehetett. És született még egy érdekes törvény, ami egyértelműen a parasztháború kirobbanásáért felelőssé tett Bakósz érsekre utalt. Kimondták, hogy ezentúl parasztból nem lehet püspök.